Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először is szeretném megköszönni a kommentárokat, a jó kívánságokat. Tényleg nem érzem túl jól magam, holott már nincs lázam, tehát azért valamivel jobban vagyok, mint néhány nappal ezelőtt, de azért ez az influenza nagyon megviselt, illetve még mindig megvisel, engem olyan gyengének érzem magam, valószínű hallható a hangomon is. A férjem is elkapta, ő is tegnap óta beteg, ő is influenzás, fáj a torkunk, köhögünk, a láz az elmúlt, szerencsére, de azért még mindig megvisel bennünket. És remélem, hogy ti jól vagytok. Még egyszer köszönöm a jó kívánságokat, és én is kívánok nektek minden jót, legyetek egészségesek, és most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, itt látható ez a hegy. Ez lehet egy hegyvidék, például tervez egy kirándulást a hegyekbe, vagy lehet egy költözködés, és ott szeretne élni. De ez a hegy jelent még valami mást is. A nehézségeket, a problémákat, hogy valami blokkolja őt, de itt megjelennek a csillagok, és szerencsét hoznak. Tehát lesz egy szerencsés fordulat. Ez a hegy jelentheti a téli hónapokat is, hogy tervez valamit, mint például a csillagképnél lehet ez tanulás, egy spirituális terület, és akkor szeretne indítani valamit. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható ez a könyv, és utalhat a tudására, a továbbtanulásra, a képzésre, és itt a horgony jelentheti az ő munkáját, az ő hivatását. Az is lehet, hogy tovább adja a tudását, egy spirituális területen, de még vannak nehézségek, vagy ez elhúzódik a téli hónapokig. Ami a párkapcsolatot illeti, ő le tud nálad horgonyozni, kell a biztonság érzete. Bízik abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Bizonyos dolgok elhúzódnak a téli hónapokig, jelenleg még kicsit zárkózott. Mit fog tenni? Ez a torony jelentheti azt, hogy fogva érzitek magatokat. Gyakran utal félelmekre, bizonytalanságokra. De a gólyák segítenek, hiszen jelentik a változásokat. Itt lesz egy jó fordulat, kiléptek a toronyból. Ez jelenti a szabadság érzetét is, hiszen a torony fogva tart még benneteket. Persze, ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. Itt lesz most akkor egy szerencsés fordulat. Mi köt össze benneteket? Ez a kulcs. Ez jelenti a biztonság érzetét, hogy légy magabiztos. Higgy abban, hogy itt minden jóra fog fordulni. Akkor is, ha vannak még korlátozások, akkor is, ha vannak még problémák, vagy ő még zárkózott, változik a helyzet, itt lesz a szerencse, a biztonság érzete,
és ez a kulcs szintén a biztonság érzetére utal. A változásokra is, hiszen ezzel a kulcssal le lehet zárni valamit, a problémákat, ezt a hivatalos dolgot, és ezzel a kulcssal egy időben ki lehet nyitni valamit, és akkor jelenti az ő nyitottságát. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok nektek minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.